Évről évre nagyobb siker. Közel 400 vendég volt kíváncsi az alsőrsi sportcsarnokban megtartott bárra. A jótékonysági rendezvényre többen színes maskarában érkeztek. A 16. alkalommal megtartott esemény célja a település sportéletének és egészséges életmódjának gazdagítása. Az est bevételét továbbra is erre a célra fordítják a szervezők. Hebling Zsolt alsős polgármestere nyitotta meg a bált. Elégedettségének adott hangot a nagyszámú résztvevő láttán. Véleményem szerint ahhoz képest, hogy egy kis község vagyunk, viszont a létesítményeink városi jellegűek, tehát a sportcsarnok, a sportpálya, egyéb létesítmények, például erdei íjászpálya, ez mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy annak idején az elődeink ezt kialakították és felismerték, hogy mekkora szerepe van magának a sportnak a fiataljaink nevelésében és a szabadidő egészséges és kulturált eltöltésében. És nagy szerencse, hogy megépítették ezeket a nagyszerű létesítményeket, ami akár országos vagy nemzetközi rendezvények lebonyolítására is alkalmas. Nem beszélve arról, hogy például ez a sportcsarnok, ahol most állunk, ez mentette meg az iskolát, hiszen arra épült a kézilabda utánpótlás központ, aminek ez az iskolán kívül a egyik fontos intézménye. A polgármester véleménye szerint Ferenci Gábor alpolgármester személye főszervezőként garancia arra, hogy mindenki jól érezze magát. Labdarúgók megyei bajnokságban szerepelnek, kézilabdások szintén a megyei bajnokságban, és az íjász szakosztály viszont nagyon szép eredményeket ér el országos szinten is, tehát nagyon jó, nagyon fontos az, hogy az utánpótlás is jól működik. Az is nagyon fontos, hogy alsósan az utánpótlás központ az iskolai szinten nagyon szép eredményeket ér el. Tehát valójában picit település éven úgy gondolom, hogy azért egy nagyon jó sportélet van itt alsősön. A település nevében idén is kiosztották az elismeréseket alsős legjobbnak ítélt sportolóinak, szakosztályvezetőinek, labdarúgás, íjászat és kézilabda kategóriákban. A vacsorával és tombolával színesített sportbálon a Búgócsiga együttes szolgáltatta a zenét. Mulatni vágyók hajnalig táncolhattak a jó hangulatú zenére. A bárról készült hosszabb összeállításunkat pénteki magazinunkban láthatják.